Jó estét kívánunk, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszöntünk mindenkit itt a Vörösmarty téren, köszönjük szépen, hogy velünk töltik az estét, és velünk együtt izgulták végig az eredmények érkezését. Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a Fidesz elnöke, Orbán Viktor. Hölgyeim és uraim, magyar választópolgárok, magyarok határon, innen és túl, örömmel jelentem, hogy a mai csúcstámadás, a mai oxigénpalack nélküli csúcstámadás sikerült. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt a magyar parlamenti mandátumok 68%-át szerezte meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Magyarország a mai napon megerősítette a demokrácia melletti elkötelezettségét, helyét Európában és az Európai Unióban. Köszönet mindenkinek, köszönet minden magyar embernek, de különösen köszönet azoknak, akik 8 éven keresztül kitartottak a Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt és a Polgári Körök Mozgalma mellett. A csúcsra ugyan a mai napon Magyarország ért fel minden egyes polgárával együtt, de a 8 éven keresztül kitartók mentek elől, ők vitték és ők tűzték ki a mai napon a csúcsra az ászlót. Hála és köszönet érte! Egy európai ország a mai napon új csúcsot állított föl. Egy olyan ország, amely az utóbbi években jószerivel csak lesajnáló véleményeket kaphatott, csak negatív hírek szóltak róla a világban. És ma egyszer csak sokak számára, mint derült égből a villámcsapás, itt ez az új csúcs, ez világsiker, ez magyar világsiker. A szabad világ országai elszoktak már attól, hogy a versengő pártokra épülő demokráciákban lehet olyan széles, óriási nemzeti egységet teremteni, mint amit a mai napon a magyarok hoztak létre. Kedves barátaim, nem egyszerűen arról van szó, hogy Magyarországon megtörtént a 6. szabad választás. Sokkal nagyobb dolog történt a mai napon Magyarországon. Ma forradalom történt a szavazófülkékben.
van értelme a demokráciának, van értelme hinni a demokráciában, mert demokratikus keretek között olyan nagy horderejű változást tudunk véghez vinni, amelyet régen csak a forradalmak nyújthattak egy országnak. Mi történt Magyarországon, kedves barátaim? A mai napon Magyarországon beteljesedett egy történelmi tanulság. 20 év tanulsága, a rendszerváltás nagy tanulsága, mely úgy hangzik, rendszert váltani nem lehet. Rendszert csak megbuktatni és megdönteni lehet. Megdönteni és újat alapítani helyette. Ma ez történt. A magyarok ma rendszert buktattak, és egy új rendszert alapítottak meg. A magyar emberek a mai napon megbuktatták a hatalommal visszaélő oligarchák rendszerét, és helyette megalapítottak egy új rendszert, a nemzeti együttműködés rendszerét.